Boldog percek a Max Rádióban. Max Rádió. A műsor támogatója jobb agyféltek és rajzolás szakértője a Valdor Art. www.valdorart.hu. Kedves Max Rádió hallgatók, ismét boldog percek itt a Max Rádióban. A szakértőnk ma is itt van a vonalban, a jobb agyféltek és rajztan folyam kapcsán a Valdor Art képviseletében, Dorogi Andrea. Szia, Andi! Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Na, ez az utolsó rész, amikor is a hallgatói kérdésekkel foglalkozunk. Jó sok kérdés jött, ugye? Igen, rengeteg. Hát a mi hallgatóink azok nem hagynak minket, de leginkább téged nyugodni, de azért ennek szerintem te is örültél. Persze. Nem számítottam ennyi kérdésre. Igen. Örülök, hogy ekkora az érdeklődés. A múltkori adást ott fejeztük be, hogy a Balatonföldvári táborról beszéltünk, és akkor a következő az már egy másik történetnek szól. Történetről szól, kiknek szól a portré rajzolás mesterkurzus, és mit tanulsz meg ott? A portré rajzolás mesterkurzus az haladóknak szól, olyanoknak szól, akik már tudnak életűen rajzolni, és itt olyan portrékat szoktunk már rajzolni, amik fogósabbak, kicsit nehezebbek, tehát mindig egy erősen ráncos arc, vagy egy afroamerikai figurát megrajzolni, az mindig nagyobb kihívás megrajzolni, mint egy sima hajú fiatal lánynak az arcát. Itt ezen a tanfolyamon már nem egy-egybe rajzolnak, hanem tanulják ezt. Tehát itt azoknak ajánljuk elsősorban, akik még inkább el szeretnének mélyedni ebbe a portrérajzolásba, és kifogósabb portrékat, nehezebb témákat tudunk itt adni, mint a kezdő szinten. Uh-huh. No, ez lett volna a következő kérdés egyébként. Ez a tanfolyam, ez milyen időközönként van? Hát amikor így megjön rá az érdeklődés, hogy elvégeznek olyan sokan alaptanfolyamot, hogy szeretnének egy ilyen haladó mesterkurzuson is részt venni, ez évente 2-3 biztos, hogy van ilyen tanfolyamunk. Jó, oké, gondolom a Facebook oldalatokon is, meg a valdorart.hu-n is erről akkor találnak, igen, a hallgatók infót. Ahogy szerintem a következőről is. A kérdés az, hogy kiknek szól a festő tanfolyam, kiknek javasolt, és mit lehet ott tanulni a festő tanfolyamon? A festő tanfolyamunk az többszintes, vannak kezdőknek szóló festő tanfolyamaink, és vannak haladóknak szóló festő tanfolyamaink. Kezdő festőknek azokat szoktuk mondani, akik még önállóan nem tudnak festeni, nem ismerik a színelméletet, nem ismerik fel a színeket, nem tudnak színt keverni, nem ismerik ezeket, tehát a kés, a festőkés. A kezdő tanfolyamon ezt tanuljuk meg. Mi javasoljuk azt, hogy érdemes a festő, kezdő festő tanfolyam előtt is megtanulni rajzolni. Nem feltétel, de mi azt tapasztaljuk, hogy mindenképpen előnye van annak, aki már tud rajzolni, hiszen a rajztanfolyamon tanulják meg azt a látásmódot, ami a festéshez is kell. És a haladó festő tanfolyamon pedig már azok jönnek, akik már tudnak önállóan festeni, és itt ami kihívást is megtanulják, az a portréfestés. Lényegében a bőrszínek kikeverése, hajszínek, meg a maga portréfestésnek a technikáját tanulják meg a résztvevők. Uh-huh. Egyébként ilyenkor egy-egy ilyen tanfolyamra az eszközöket gondolom vinnie kell a hallgatóknak, ugye? Nem, mi ezt biztosítjuk, tehát hogy benne van a tanfolyam árában az eszköz. Tehát nem külön kell érte fizetni, hanem benne van az árában. Na azért ez nem semmi. Direkt kérdeztem meg egyébként, mert hogy sokan azt hiszik, hogy akkor most be kell ruházni, nem tudom, most például a festő tanfolyamnál festékbe, stb. Mindenféle eszközökbe, de akkor ezek szerint ezt ti adjátok. Nem, mi ezt adjuk, ott a tanfolyamon használhatják, és hogyha valaki beleszeret ebbe a festésbe, és otthon is szeretne festeni, és szeretne úgymond beruházni, hogy ő ezt megveszi magának, akkor kap egy ilyen 10%-os kupont két ilyen művészeláltóhoz is, ahol be tudja szerezni ezeket az eszközöket, hogy neki is legyen saját. Hú, de jó.
Na, ez is jól ki van találva. Következő kérdés, hogy kiknek szól a Pasztel Kréta tanfolyam, és mit tanulsz meg ott? A Pasztel Kréta tanfolyamunk is több szintes, ez három szintől áll, van egy kezdő, haladó és profi szint a Pasztel Krétából. Pasztel Kréta kezdő megint az a szint, amit, aki még nem ismeri a Pasztel Krétát, és életében először fog a kezében ilyet, és szeretne vele megtanulni bánni. A következő szint a haladóknak szól, és elsősorban a tájképfestésnek a rejtelmeiben mélyedünk bele, tehát pasztelkréta festés alatt értem, aki pasztelkrétával festett tájképet. Ott is a harmadik szint ugyanaz, mint a festősnél, hogy ott már a portré rajzolás van pasztelkrétával, tehát az a harmadik szinte. Itt is javasoljuk azt, hogy érdemes a rajztanfolyamat elvégezni előtte, de a kezdőszinthez nem annyira feltétel, pasztelkréta a kezdőszinthez nem annyira feltétel a rajztudás, de már mondjuk egy portrét elkészíteni pasztelkrétával, azért érdemes tudni rajzolni. Értem. Egy érdekes kérdés következik. Mi az a rajzklub? A rajzklub, ezt havonta szoktunk tartani a rajzklubokat. Mindig megvan, hogy mi lesz a adott napon, és akkor akit ez érdekel, valaki szeretne valamilyen technikát kipróbálni, valami új módszert tanulni, akkor itt ezt ki lehet próbálni. Tehát illetve, hogyha valaki csak gyakorolni szeretne, rajzolni, mert nem a klubnak a témáját szeretné megtanulni, hanem csak gyakorolni szeretne, úgyhogy van egy segítség, akkor ezt is lehet. Tehát például a klubnak fokon szokott az történni, hogy karácsony előtt sokan jönnek azzal, hogy szeretnék ajándékba rajzolni valakinek valamit, de jó lenne egy külső szem, aki segít, mert hogy ezt nagyon szeretném szépen megcsinálni. Akkor a klubokon szoktuk ezt megcsinálni, hogy segítünk elkészíteni a karácsonyi ajándékot. Uh-huh. Meg gondolom azért ennek van egy hangulata is egy ilyen rajzklubnak, meg... Persze, igen, meg nagyon nagy a törzs közönség ennek a rajzklubnak, és már nagyon régóta ismerjük ezeket a tanítványainkat, és nagyon jó hangulata szokott lenni egy ilyen klubnak. Igen, épp azt akartam mondani, hogy azért barátságok, emberi kapcsolatok kötődnek egy ilyen klubban, azért ez egy kis pluszt is adhat az embereknek, ha jól gondolom. Így van. Persze, igen. Tényleg van egy nagyon kemény mag, aki minden tanfolyamunkon, minden rajzklubon, minden táborban ott van, és már őnekik van külön egy kis, csak nekik egy Facebook csoportjuk, ahol egymással kommunikálnak, hogy mit rajzolt. Tehát tényleg egy ilyen barátság alakult ki már közöttük. De jó. Na, ha már tábor. Van-e rajz és jóga tábor haladóknak, illetve mivel foglalkozik? Beszéltünk az előbb a rajz és jóga táborról, akik kezdőknek. Ugye itt a rajzolás lehet megtanulni. A haladó tábor, meg igazából úgy hívjuk, hogy alkotó tábor. De tényleg azokat várjuk, akik már tudnak valóságosan rajzolni, és ebben a táborban lehetőség van bármilyen haladó technikát kipróbálni. Tehát, hogyha valaki festeni, akkor akar festet, hogyha valaki pasztelkrétázni, akkor pasztelkrétázni, tehát ha valaki színeszterúzázni akar, akkor színeszterúzázhat. Több csoportban szoktunk dolgozni ebben a táborban, de így csoportnak van egy-egy kis vezetője, és ugyanúgy működik, mint igazából a kezdő jogatábor, rajz és jogatábor, hogy van egy törzsidő, amikor festünk, pasztelkrétázunk, és reggel este a jogaórák azok fakultak igaz. Értem. Ha már színes szeruzait kérdezte egy hallgatónk, hogy mi az a színes szeruzás rajztanfolyam, és az kiknek szól? A színes szeruzás tanfolyam, színes szeruzából nagyon sok fajta létezik. Mindig meg szoktuk kérdezni, hogy melyik az a színes szerúzás tanfolyamon belül, éppen abban a két napban melyik színes szerúzával fogunk foglalkozni. A legnépszerűbb az akvarell szerúza, akkor itt leginkább az akvarell szerúzát szoktuk kiemelni, és azzal szoktunk leginkább foglalkozni. Vannak olyan színes szerúzák, amik beleférnek egy ilyen egynapos képzésbe is, és azokat mindig rajzklubban szoktuk tanítani. Kiknek szól egy ilyen színes szeruzás tanfolyam, itt is lehet kezdőnek is és haladónak is lehet.
mert tudunk mutatni, aki még nem tud rajzolni, azoknak tudunk mutatni olyan másolási technikát, amihez még nem kell rajztudás, és akkor ugyanúgy elő tudják rajzolni a képet, mint az, aki már tud rajzolni. Értem, értem. Azt mondja, hogy van-e vegyes technika tanfolyam festés és pasztel együtt, kiknek szól? Igen, ugye ez az a tanfolyam, amit profitnak szoktunk ajánlani. Ez az alkotó, ugye? Igen, uh-huh. Igen, ez az, amikor azt mondjuk, hogy már kell, hogy tudjon valaki legalább alapszinten festeni, és legalább tudjon valaki alapszinten a pasztelkrétával bánni. Ez egy olyan technika, hogy először az első réteget azt festve készítjük el, és a negyedik, ötödik, sokadik réteg az már pasztelkrétával készül el. Ez egy speciális papír kell hozzá. Igazából Magyarországon nem lehet ezt beszerezni, ezt mi is tűzföldről szoktuk megrendelni. Tehát ez egy ilyen kuriózum nálunk ez a tanfolyam, én úgy mondom, hogy ez a tanfolyamnak az egyik csúcsa, hogyha valaki már idáig eljut. Nagyon érdekes. Van-e portré rajzolás valós modell alapján, kérdezi a hallgatónk? Igen, ez a tanfolyamot is már profitnak szoktuk ajánlani. Ugye ez az a szint, amikor már nem fotóról rajzolunk valamit le, hanem élő modell alapján. Itt az a lényeg ennek a tanfolyamnak, hogy egyrészt megtanulsz úgy portrét rajzolni, hogy valaki ott ül veled szembe és le tudod rajzolni. Másrészt pedig ennek a tanfolyamnak a csúcsa az, hogy tükörből rajzolod le önmagadat. Egyébként szerintem ez a legnehezebb téma. Tehát az, hogy más, könnyebb rajzolni más élőből, mint saját magadat tükörből. Tényleg az a legnehezebb magunkat? Igen, tehát hogyha ezt tudod, szerintem minden mást. Az biztos, én bajban lennék, az biztos. Na, és akkor jönnek a gyerek kérdések így a végére. Van-e jobb agyféltek és rajztábor gyerekeknek, illetve van-e továbbképzés gyerekeknek? Igen, a gyereki tanfolyamokat is ugyanúgy megcsináltuk, mint a felnőtt tanfolyamokat, azaz ezt azt értem alatt, hogy több szinten tanulhatnak a gyerekek. A rajztáborokat kezdő gyerekeknek szoktuk ajánlani, akik még nem tudnak valóságilyen rajzolni, és akkor akik már tudnak valóságilyen rajzolni, nekik is vannak különböző továbbképzések, ugyanúgy, mint a felnőtteknek, tanulhatnak különböző technikákat, akár pasztelkrétát, különböző színesterúzásokat, inverzvázolást, festést, bármit. Ugyanúgy mindenünk megvan, csak gyerkőcökre. Igen, itt a következő kérdés az pont erre vonatkozott, hogy van-e festőtábor gyerekeknek, tehát akkor igen. Van ilyen is. Van, igen, igen, érteg nap volt vége a most nyári festőtábornak, és nagyon boldogan mentek el a gyerekek, képeket festettek. Értem. A következő kérdés az pedig az utolsó lesz, hogy mit is jelent az, hogy videómagazin? Igen, ez egy általunk kreált szó, ez a videómagazin. Akkor ezért volt ez a kérdés. Igen. A magazin szót azt gondolom mindenki ismeri, az egy, mi azt értjük alatt a magazin alatt, ami egy rendszeres időközönként megjelenő újság. És mi is készítettünk ilyen magazint, ez folyamatosan mindig készül, csak ez nem nyomtatott sajtóban újságként jelenik meg, hanem videók formájában jelenik meg, és akkor így összetettük ezt a két szót, hogy videó és magazin. A videó magazin ez két havonta jelenik meg, minden két hónapban feldolgozunk egy témát. A legutóbb a szemrajzolást veséztük ki ebbe a videó magazinban. Olyan szemeket választottunk, ami kezdőknek is megrajzolható, és vannak benne olyan szemek, ami kihívás megrajzolni, mondjuk egy szemüveges szem, vagy egy erősen rántott szemnek a megrajzolása, vagy hosszú szempillás fiatal lánynak a szeme. Tehát hogy ezeket így mindig egy témát kiveszünk, és azt kivesézzük ebbe a videómagazinba. Aztán még rengeteg témánk van, ami majd legközelebb meg fog jelenni, ez a hajrajzolás. És aztán majd lesznek még festős különböző témák is, ez nekünk egy ilyen folyamatos munka, háttérbe készül, és reményünk szerint évente 6 szem, vagy 2 havonta meg tud jelenni. Értem, ez pénzbe kerül, Andi? Igen, igen, ez hát úgy mindig attól úgy lőjük be ennek az árát, hogy azért kifizethető legyen.
ilyen 4900 forint szokott lenni egy szám, akkor amikor megjelenik. Tehát ez egy ilyen viszonylag olcsón adjuk, én úgy gondolom. Igen, abszolút. Tehát azért is kérdeztem rá, mert úgyis jött volna a hallgatói kérdés erre vonatkozóan, mert azért ebbe rengeteg pokoli sok munka benne lehet. Persze, igen, ez több hét, amire felveszünk ezeket a rajzokat, amíg elkészítjük, és akkor még utána van egy videósunk, aki ezeket megvágja. Uh-huh. Az anyagokat aztán mi ellenőrizzük, persze, ebben rengeteg munka van, ez egy folyamatos munka a tanítás mellett. Így van, ahogy több hétbe tellett, mire válaszoltunk erre a halom hallgatói kérdésre. Kedves Max Rádió hallgatók, ezzel véget értek a kérdések és a válaszok, amelyeket feltettem Dologi Andrának a Vadorat képviseletében szakértőnknek. Hát Andi, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen kitartóan válaszoltál erre a rengeteg kérdésre, és hát nagyon jó munkát neked kívánok neked a jövőre nézve. Azt hiszem, hogy hál' Istennek rengeteg az érdeklődő, és rengetegen szeretnének így vagy úgy valamelyik tanfolyamon vagy éppen táborba részt venni. És még annyit akartam mondani, hogy remélem, hogy azért az oktatásban minél inkább benne lesz, erről is beszéltünk, a jobb agyféltek és rajztanulás, azért ez tényleg egy jó dolog lenne, nem? Igen, ezt meg azért mondtam is neked, hogy vannak nagyon sokan olyan rajztanárok, akik jutottak erre az új fajta módszerre, és sokan eljönnek és megszentítik ezt a látásmódot, ezt a módszert az iskolába is. Így van, így van. Na, kedves Max Rádió hallgatók, az elmúlt percekben, sőt napokban, hetekben a Vadorat képviseletében a jobb agyféltek és tanfolyamról beszélgettünk szakértőnkkel, Dologi Andival. Andi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. Szia! Szia! Ezek voltak a boldog percek a Max Rádióban. Max Rádió. A műsor támogatója, jobb agyféltek és rajzolás szakértője a Valdor Art. www.valdorart.hu